Már az ünnepi műsor kezdete előtt százak gyülekeztek a Városház téren annak érdekében, hogy ők is részesei lehessenek a 164 évvel ezelőtti események megelevenedésének. A gyerekek sem maradtak otthon, játékból ugyan, de kardot ragadtak, a kisebbek pedig a népi játékok kényelmét élvezték. A téren a kézműveseken kívül táncosok is várták az ünneplőket, akik akár szereplőként is bekapcsolódhattak a rendezvénybe. Az Árt Kulturális Egyesület színjátszói a már több ezresre duzzadt tömegben elvegyülve gondoskodtak arról, hogy mindenki testközelből élvezhesse az előadásukat. Egy kicsit a tömegeket is mozgatja, és lehet, hogy közelebb hozza hozzájuk az eseményeket, de természetesen... Egészen más, amikor az ember történelem órán tanulja meg, hogyha egy kicsit áttéli. A magyarok istenére esküszünk, hogy ramok tovább nem lesz! 1848. március 15-e egyetlen fontos momentuma sem hiányzott az ünnepi műsorból. Az érdeklődőknek nagyon tetszett az előadás. Megható, nem tudok más mondani. Megható érzések. És jó visszaemlékezni a múltunkra, mert akinek múltja van, vagy nincs múltja, akkor annak jövője sincs. Ezrek énekelték közösen a jól ismert katonadalt, aztán közösen szabadították ki Táncsicsot börtönéből. A műsort követően a fehérvári huszárok, a történelmi zászlók és a helyőrségi zenekar is bevonult a város főterére. Ünnepi beszédében Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András kiemelte, a magyarokat alapjaiban határozza meg a mindent elsöprő szabadság és hazaszeretet. Történelmünkre visszatekintve úgy vélem, hogy a magyarokat alapjaiban határozza meg ez a nemzetszeretet. 1848-ban mindazok, akik utcára vonultak, ezért a hazáért tették ezt, és ezért a hazaszeretetért mentek ki az utcákra. Ma úgy emlegetjük őket, mint hősök. A történelem nagyjai, a mi történelmünk nagyjai. A helyőrségi zenekar felvezetésével vonultak át a megemlékezők a Fekete Sas szállóhoz. A homlokzaton tábla emlékeztet az épület 1848-as eseményekben betöltött fontos szerepére. Itt olvasták fel március 16-án a 12 pontot és a nemzeti dalt. Nemzeti hőseink előtt tisztelegvén a megye és a város vezetői, a fegyveres szervek, a politikai pártok és civil szervezetek képviselői koszorúztak az emlékműnél.